Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket a Győri Etó Parkból, ahol pillanatokon belül kezdődik majd a Győri Etó Siófok mérkőzés, és ahol ebben a pillanatban éppen egy születésnapi köszöntőnek lehetünk a szemtanúi. 75. születésnapját ünnepelte március 6-án az itt látható Tóth László, aki 50 évvel ezelőtt nyert bajnokságot a győriekkel, akkor a győriek kapusa volt, és hát egy másik szülinapos, aki szintén március 6-án ünnepelte egy kicsivel korábbi születésnapját, a 25 esztendős Pátkai Máté adta át Laci bácsinak ezt az ajándékot. Ezen a napon egyébként, vagy ezen a mérkőzésen a hölgyek ingyen jöhettek be az Etó Parkba, tekintettel arra, hogy tegnap volt a nemzetközi nőnap, és a győriek így próbáltak kedveskedni a hölgy szurkolók számára. A csapatot egyébként a Győri Utánpótlás Nevelő Egyesület, az Üstökös FC növendékei vezették be, a két együttest az Etó Park gyepszőnyegére. Tavasz idén során egyébként az első félidőben és hát a második játék részben is két olyan legenda végzi el a kezdőrúgást, akik 63 és 83 között bajnoki címet szereztek az Eto együttesével. Hát az itt látható urat nem tudom, hogy megismerik-e sokan, avagy sem. Lagyvik Gáborról van szó, illetve Pap Lászlóról, ők ketten végezték el tehát a kezdőrúgást. Lagyvik Gábor 30 éve nyert bajnokságot, a csapat közép hátvédje volt. Most végzi el a kezdőrúgást Pap László, aki 60 éves és az Etó meccsek állandó résztvevője, korábbi játékvezető, helyenként még az Etó öreg fiúk csapatában is pályára lép. Egy kitűnő kezdőrúgás volt, Stevanovics védte. Úgyhogy kezdődhet hivatalosan is a második félidő az Etó Parkban, 1-0-ás győri vezetés.